Köszönöm szépen, Attila, és én is üdvözlök minden kedves résztvevőt. Hát itt a következő 40 percben, amellett, hogy próbálok megfelelni Attila dicsérő szavainak, és nem meghazudtolni az ő által előirányzott bizalmat. Azon kívül a mesterséges intelligencia és a pedagógia, digitális pedagógiának a találkozási pontjairól fogok önöknek beszélni. És leginkább azért, mert megint lehet az az érzésünk, hogy megint ott tartunk, hogy itt egy újabb trend, amiről mindenki azt mondja, hogy ez a jövő, ehhez érteni kell, ez nagyon-nagyon fontos, és számos konferenciának, előadásnak a témája e köré, a témaköré szerveződik, viszont nagyon sokszor zavarba érezhetjük magunkat, és ez abszolút rám is igaz abban a tekintetben, hogy azt mondjuk, hogy követni kell egy-egy trendet, azonban nem pontosan tudjuk, hogy hogyan kell annak neki hozzáfogni, elkezdeni a gyakorlatban ezeket a gyakorlatokat, és leginkább azért is zavarban érezheti magát az ember, mert sokszor azt sem tudja, hogy pontosan mire kell gondolni akkor, amikor a mesterséges intelligenciáról gondolkodunk. Ugye a fő kérdés az lényegében az, hogy mi van a dobozban, és hogyha a kishercegből re gondolunk, és onnan eszünkbe jut, hogy ott volt ez a doboz, akkor tulajdonképpen hasonló a helyzetünk nekünk is, mert hát nagyon nehéz megfogalmazni azt, hogy mi van ebbe a dobozba, és nagyon-nagyon nehéz elképzelni, hogy hogyan hathat ennek a doboznak a tartalma alapvetően a mi jövőnkre, alapvetően a mi életünkre, és hogyan lesz ebből a trendből, a mesterséges intelligenciából egy igazán gazdasági értelemben is, és mind a pedagógus munkájára vonatkozóan is meghatározó applikáció, alkalmazási példa, algoritmus, stb. Hát és nem könnyű a dolgunk, ugyanis régóta nézünk olyan filmeket, amelyekben különböző robotok életre kelnek, és megkeserítik az emberek életét, ugyanúgy beszélnek, mint mi, és ugyanúgy interakcióba léphetnek velünk, sokszor már meg sem tudjuk különböztetni, hogy ki robot és ki ember, és hát ugye nem független nyilván ezektől a fikcióktól az sem, hogy ezeknek a robotoknak előbb-utóbb rossz szándékuk lesz, és valamilyen módon ellenünk fordulnak. Ugyanakkor a mai gondolatok arról, hogy egyébként a mesterséges intelligencia majd a pedagógus, és hogyan fog interakció lépni, hál' Istennek pontosan ennek az ellentéte, és jelenleg arról van szó, hogy inkább segíteni fogja őt. A következő előadásban arról fogok beszélni, hogy ennek milyen módjai és milyen lehetőségei lesznek. Hát, és hát az a helyzet, hogy sajnos itt a robot bár ijesztő lehet, mindenképpen izgalmasabb, mint a dián jobb oldalt feltűnő körök és nyilak rendszere, ugyanis az ábra sokkal jobban kifejezi azt, hogy mit értünk a mesterséges intelligencián, ugyanis ez egy mesterséges neuronhálózatnak a stilizált képe, és lényegében ez áll a legközelebb ahhoz, amit ma mesterséges intelligenciának vélünk, vagy legalábbis ez az alapja, hiszen ez a neurális hálózat egyfajta matematikai becslő modell. Na most ez a matematikai becslő modell, ez alapvetően, és a matematikában már ugye régebb óta is vannak becslő modellek, gondoljunk arra például, hogy részvényeknek az árfolyam ingadozásait számos alkalmazási példában, számos matematikus vagy akár közgazdászok próbálták meg előre megbecsülni. Ez a becslő modell azt tudja, hogy sokkal, de sokkal pontosabban rá tud tanulni, tud alkalmazkodni különböző, akár mondjuk például az emberi viselkedéshez, vagy annak bizonyos szegmenseit, nagyon pontosan képes imitálni. Ilyen például az, hogy a képi, vagy a gépi kép felismerésnek a hiba aránya hogyan alakult az elmúlt közel 10 évben. És hát az a helyzet, hogy 2010-ben a legjobb algoritmusok körülbelül 28,5%-os hiba arányjal bírtak, azaz körülbelül azt lehet mondani, hogy 10-ből 7 esetben tudták megállapítani azt, hogy mi van a képen. Na most a mesterséges neuromodellek és a gépi algoritmusoknak, a gépi tanuló algoritmusoknak az egyre nagyobb teljesítményével, az egyre
inkább elérhető számítási kapacitással, ez az arány 28,5%-ról 2,5%-ra csökkent. Ugye érezzük, hogy ez egy nagyon nagy szám, tehát itt már százas nagyságrendben tudjuk azt mondani, hogy 100-ból körülbelül 2-3-szor fogja elhibázni ma a gép, vagy lehet, hogy még azóta ennél kevesebb alkalommal is, azt, hogy mit lát. És tulajdonképpen ilyen becslőmodelleknek a rendszere, ilyen becslőmodellek működnek az önvezető autók algoritmusaiban is, ahol ugye pont ilyen képfelismeréshez képest kell valahogyan módosítani, szabályozni a gépjárműnek a viselkedését. És hát az is egy elég szemléletes példa, hogy 2013-tól 18-ra 5 év alatt 4,5-szer több olyan állás született, amely mesterséges intelligenciához kapcsolódik. Ami nagyon érdekes, hogy egyébként magyar vonatkozása is van a mesterséges intelligencia fejlesztésének, így például a megemlítendő Neumann János neve, aki egy doktori bizottságba ült 1951-ben, és az akkor a mesterséges neuromodellek alapjait feszegető matematikusok mutattak be neki ilyen modelleket, vagy neki is ilyen modelleket, és akkor Neumann János azt mondta, hogy ha ez még ma nem is matematika, egyszer majd biztosan az lesz, és hát látjuk, hogy mennyire igaza volt. Ugyanakkor ez még nem alap arra, hogy elgondolkodjunk azon, hogy hogyan merülhet fel az, hogy egyszer majd akár még pedagógusok munkáját is képes kiváltani a mesterséges intelligencia. Ugyanakkor ezzel párhuzamosan persze mégiscsak megfontolandó az, hogy alapvetően ugye gazdasági tényezőként gondolhatnak akár cégek arra, hogy mennyire alkalmaznak ilyen tanuló algoritmusokat, mennyire fejlettek ezek az algoritmusok, gondoljunk csak akár az önvezető autókban legelőrébb járó Tesla gépjárműgyártó vállalatra, akik kilométerekkel előrébb állnak mindenkinél lényegében az önvezető autók fejlettségében. Hogyha az oktatásra gondolunk, akkor a mesterséges intelligenciáról több szempontból is lehet beszélni. A mesterséges intelligenciáról lehet beszélni úgy, mint tananyagról. A tananyag az EMI-vel kapcsolatban természetesen az alapelvekre, az alapelvek megértésére vonatkozik, ugyanis egyértelmű, a 21. században egyre fontosabbá válik az, hogy ezeknek a rendszereknek az alapvető működéséhez értsünk. Ugyanígy beszélhetünk taneszközökről is. A mesterséges intelligenciára és a gépi tanulásra épülő megoldások ugyanis nagyban elősegítik a személyre szabott tanulást, és ebben a szerepe rendkívül fontos a mesterséges intelligenciának. Ugye gondoljuk csak végig, hogyha egy ilyen matematikai becslőmodell képes arra, hogy egyébként eligazodjon egy nagy városban, és ott képes legyen a viselkedését szabályozni és kitalálni, hogy egyébként más vezetők, vagy akár más autók, anélkül, hogy egyébként valamilyen módon kapcsolódnának egymáshoz, tehát szimplán csak látással, képesek kitalálni azt, hogy ő hogyan fog mozogni, és az ő mozgását ehhez képest hogyan kell szabályozni, akkor ugye alapvetően nem lehet egy akkora feladat az, hogy mondjuk a mesterséges intelligencia rájöjjön arra, hogy mondjuk egy tanulónak adott esetben mi lehet a legjobb ismeret elsajátítási mód. Ugyanígy, ha a helyzetek elemzésére gondolunk, akkor egyre inkább, és ez talán az egyik legmeghatározóbb irány, alkalmaznak mesterséges intelligenciát tanársegédként. Így például az értékelésben, hogy megértse azt, hogy alapvetően mit jelent az adott dolgozatban, mondjuk az adott tanulónak a válasza. Ugyanígy például előrejelző rendszerekben, amelyek például megpróbálják megbecsülni azt, hogy a diáknak várhatóan milyen lesz a viselkedése, és itt nagyon-nagyon fontos például annak a kiemelése, amikor ugye korai iskola elhagyásról beszélünk, hogy mesterséges intelligencia algoritmusokkal képesek lehetnek előrejelezni az olyan tanulókat, akiknél ez a probléma, ebben a problémában ők érintettek lehetnek. Így az adminisztrációban, előrejelzésben, elemzésben is nagyon nagy szerepük van ezeknek az algoritmusoknak. És beszéltünk arról is, hogy hogyan képesek oktatási tevékenységet ellátni, hogyan képesek tanárként működni, amelyhez kapcsolódóan az alapvető gondolat
az nem a tanulás-tanítási folyamat teljes automatizációjára vonatkozik, hanem bizonyos elemeire, majd ahogy látni fogjuk, például a gyakoroltatás vagy az egyszerű ismeret átadás, azok a típusú tevékenységek, amelyekben nagyon nagy szerepe van az azonnali személyes jellegű visszacsatolásnak, azonban ez mesterséges intelligencia tanuló algoritmusok nélkül nem tudna azonnali lenni és személyre szabott. Hogyha egy kicsit elgondolkozunk azon, hogy mi lehet a mesterséges intelligencia, hogyan tudjuk azt definiálni, akkor hát hogyha nagyon optimisták vagyunk, akkor mondhatjuk azt, hogy igazából a mesterséges intelligencia definíciójához nem kell sok minden. Először is megfogunk egy intelligencia definíciót, amit tulajdonképpen bárhol megtalálunk, és utána írjuk mondjuk egy vesszővel azt, hogy csak gépekkel. Hát ez inkább a képzeletünkhöz állhat közel, ez a fajta definíció. A mesterséges intelligenciára leginkább tudományként, irányzatként vagy alkalmazási példákként lehet gondolni. Nagyon-nagyon fontos, és majd erre ki fogunk térni, hogy nincs olyan, hogy a mesterséges intelligencia, inkább csak egy mesterséges intelligenciáról, illetve sok-sok mesterséges intelligenciáról lehet beszélni, akik különböző feladatokat megtanultak jól ellátni. Hogyha a fogalmakat nézzük, akkor az Oxford Dictionary alapján azt fogjuk találni, hogy a mesterséges intelligencia az olyan számítógépes rendszerek elmélete és fejlesztése, melyek képesek általában emberi intelligenciát igénylő feladatoknak az ellátására. És hát érezzük, hogy itt alapvetően konkrétan feladatokhoz kötött lényegében ezeknek a mesterséges intelligencia algoritmusoknak a működése nem általánosak, úgy, ahogy mondjuk egyébként a filmekben a robotokat látjuk, hogy sok feladatot képesek ellátni. Ugye nagyon-nagyon fontos az is, hogy egyébként ugye hogyan teszteljük a mesterséges intelligenciákat, mikor jutunk el odáig, hogy valamire azt mondjuk, hogy ez a gép már intelligens. Hogyha, és itt meg lehet említeni, hogy a sokak számára biztosan ismert ugye a Turing-tesztet, ami ugye arról szól, hogy elhiszi egy emberi lény, hogy a másik oldalon, nem látva őt, illetve nem tudva róla, hogy ez ember vagy gép, a másik oldalon egy ember ül, és hát ennél már nyilván vannak jóval szofisztikáltabb tesztek, de azért nyilván alapvetően egy abszolút fontos teszt és meghatározó kiindulás a mesterséges intelligenciájának a tesztelésében. Egy másik fogalmi keret, ahogy lehet gondolkozni a mesterséges intelligencia intelligenciájáról, az, hogyha megpróbáljuk az intelligenciát elemekre fölbontani. Az intelligenciának így lesz mértéke, lesz sebessége, van autonómiája és általánossága. A mértéke egyszerű, mennyire intelligens valaki, sebesség, mennyire gyorsan képes működtetni az intelligenciáját, mennyire képes gyorsan gondolkodni. Az autonómia és az általánosság viszont sokkal-sokkal érdekesebb, mint ez az első kettő. Az autonómia arról szól, hogy mennyire tudja az intelligencia eldönteni, hogy mire használja az intelligenciáját. A másik pedig az általánosság, az, hogy mennyire tudja többféle célra felhasználni ugyanazt a tudást. Ebben a kettő dologban térnek el leginkább a mesterséges intelligencia rendszerek az embertől, ugyanis az autonómia és az általánosság azok, amelyeket nehezen tudnak ezek a rendszerek megugrani. Érdekes, hogyha például ebben az intelligencia keretrendszerben vagy modellben nem csak mesterséges intelligenciát, hanem egyszerűbb digitális eszközöket is el lehet helyezni, így például egy számológépet. Ugye a számológépről tudjuk, hogy alapvetően azért annyira nem intelligens, a sebessége viszont, amit tud, az elég gyorsan tudja, autonómiája és az általánossága pedig alapvetően nem is nagyon értelmezhető. Hogyha az emberre gondolunk, és megpróbáljuk a számológéphez képest valahova elhelyezni, akkor jóval intelligensebbnek gondoljuk az embert, és az is. A sebessége viszont például mondjuk a számolás feladatában jóval elmarad mondjuk egy számológépétől. Az autonómiájában egyértelműen, és általánosságában is egyértelműen viszont meghaladja az embert.
Hogyha pedig még a mesterséges intelligenciát is ide soroljuk, akkor alapvetően ugye a mértéke ugye lehet közel emberi, vagy akár azt is elérheti a jövőben, akár meg is haladhatja. Ugye sebességében ugye gyorsabb, mint az ember, viszont hát autonómiájában és általánosságában már problémák vannak. Az, hogy ebben pontosabban az autonómiában, az általánosságban és a mértékben mennyire lesz majd képes fejlődni a mesterséges intelligencia, az magának a tudományágnak, magának a fejlesztésnek egy meghatározó kérdése. Így érkezünk meg lényegében a gyenge és az erős MI hipotézishez, weak AI és a strong AI hipotézishez. A gyenge hipotézis szerint a gépek a tevékenységük intelligens jellegének majd csupán a látszatát képesek kelteni. Tehát valódi emberi szintű intelligenciával rendelkezésük jobbára elképzelhetetlen. Azaz, akár az intelligencia mértékében, hogyha mondjuk egy adott feladatra gondolunk, vagy sebességében, ezek a rendszerek nagyban skálázhatóak lesznek, nagyban skálázhatóak most is, azonban az autonómiában és az általánosságban már lehetnek problémák. Az erős mesterséges intelligencia hipotézis, vagy strong AI hipotézis azt mondja, a valódi intelligenciára való képességet takarja, és hát azért alapvetően fontos felhívni a figyelmet, hogy ez utóbbi hipotézis sem elvetendő, hiszen nagy gondolkodók, filozófusok gondolkodnak és gondolkodtak alapvetően erről. Jelenleg is folyik mindenféle kutatás ezeknek az algoritmusoknak az optimalizálása, így alapvetően e felé megy a jövő, és hát nyilvánvalóan a valódi intelligenciára való képesség létrehozásával nyilván az alkalmazási példák, az alkalmazhatóság is nagyban ki tud terjedni. Alapvetően viszont jelenleg egyértelműen a gyenge hipotézis érvényesül, leginkább a látszat keltés a legjellemzőbb, és hát azért azt érdemes kiemelni, hogy ebben elég erősek és egyre erősebbek ezek az algoritmusok, hiszen lassan most már megtanulnak lényegében, vagy már meg is tanultak lényegében nyelveket beszélni, egyre pontosabban értik, hogy mire gondol egy ember, egyre pontosabban értik, hogy mit lát egy ember, stb. Stb. A kérdés az, hogy már itt az előbb beszéltem arról, hogy ezeknek a matematikai modelleknek a kezdeményei, azok már azért régóta velünk vannak, és hogy tulajdonképpen már az 50-es években voltak kezdemények ezekre a modellekre vonatkozóan. A kérdés az, hogy hogyan tanul a gép, illetve hogy hogyan épülnek egymásra ezek a különböző fogalmak, mint a mesterséges intelligencia, gépi tanulás vagy deep learning. Először kezdjük ezzel, ugye alapvetően a nagy tudomány és a számítógépes elméleteknek az összefoglalása, ugye a mesterséges intelligencia kifejezést fogja össze, ebbe esik bele lényegében a gépi tanulás módszere, emellett vannak más tanulási módszerek is, alapvetően a gépi tanulás az, ami összefogja ezeket a tanulóalgoritmusokat, és ezen belül van a mesterséges neuronhálózatokkal, azoknak az alkalmazhatóságával foglalkozó mély tanuló algoritmusoknak a köre, ez a deep learning, ezek hozzák tehát a területnek egy fejlődésének a nagy részét, ezek katalizálják lényegében az újabbnál újabb fejlesztéseket, ezek hoztak kiemelkedő pontosságot. A kérdés az, hogy mi a klasszikus programozás és mi a gépi tanulás közötti különbség. És alapvetően nem sok, igazából csak mondjuk úgy, hogy az egyenletnek a sorrendje van egy picit felserélve, hogy mi van az egyik és mi van a másik oldalon. A klasszikus programozás esetében adatokat és szabályokat adunk meg a gépnek, ami válaszokat fog kimeneti értékként adni. Hogyha belegondolunk egy ilyen alkalmazási példába, akkor a 60-as, 70-es években igencsak népszerű szakértői rendszerekre kell gondolnunk. Ezeknek pedig egy jó példája a MySyn nevű rendszer, amely vérfertőzések típusának, vagy magának a vérfertőzés tényének a megállapítására szakosodott.
Ennek a gépnek, ennek a programnak lényegében orvosok beadták a különböző vérösszetétel adatokat, a vérrel kapcsolatos alapvető adatokat, és a rendszer mit csinált? Megint csak megbecsülte azt, hogy az adott személy érintette valamilyen betegségben, vagy milyen betegségben érintett. Ez azért volt nagyon-nagyon hasznos, és itt az orvosi példák azért alapvetően nagyon népszerűek, mert ugye lényegében helyettesíti az orvosnak, vagy kiegészíti az orvosnak az alapvetően a lexikális tudását, biztosan egészen sokfajta típusa lehet egy adott betegségnek, amelyet mondjuk ilyen vérösszetételből jól meg lehet állapítani, ezért ezek a szakértői rendszerek lényegében ilyen tudásbázisként tudták támogatni az orvosokat. Ennél azonban előremutató volt a gépi tanulás módszere, ahol, ha megnézzük, bemenetként már nem adatokat és szabályokat adunk, tehát nem azt fogjuk mondani, hogy ha az adott vérösszetétel eléri az X százalékot, vagy az adott mennyiséget a vérben, akkor ilyen és ilyen betegség a valószínű, hanem azt mondja a gépi tanulás szemlélete, hogy itt vannak az adatok, tehát itt van mondjuk a vérösszetétellel kapcsolatos adatok, és mellé nem a szabályokat mondjuk, nem azt mondjuk, hogy hogyan értékelje ki a gép az adott adatokat, hanem a válaszokat adjuk meg, azt adjuk meg, hogy egy ember ezeket hogyan értékelné ki. Tehát a szabálynak a megalkotását innentől rábízzuk a gépre, és tulajdonképpen kimenetként már nem válaszokat kapunk, hanem válaszokat adunk, és kimenetként szabályokat fogunk kapni, amelyek, hogyha elég jó szabályok, és elég jól működik, elég pontosan tudja felismerni a gép, hogy hogyan működik az emberi döntés, akkor alapvetően jól fogja támogatni az embernek a munkáját. Hogyha egy ugyanilyen példára gondolunk, és mondjuk jól akarjuk szemléltetni ezt a példát, akkor itt van jobb oldalt kettő darab kép. Hogyha szakértői rendszert szeretnénk fejleszteni, akkor mit kéne tanulni a gépnek? Mit kéne mondanunk a gépnek? Tegyük fel, hogy arra akarjuk őt megtanítani, hogy ismerje fel, hogy melyek azok a képek, amelyeken a mappánkban mondjuk nyaralunk. És címkézze ezeket föl, és ezekhez írja oda, hogy itt nyaralás történik. Hogyha a szakértői rendszerekbe vagy klasszikus programozásra gondolunk, akkor el kéne kezdenünk szabályokat alkotni. Hogyha látsz pálmafákat, hogyha látsz napernyőket, hogyha homokot látsz, hogyha tengert látsz, hogyha napsütötte égboltot látsz, akkor alapvetően nyaralunk. Viszont ugye mi van akkor, hogyha síelünk is, hát akkor megint elkezdjük, hogyha hófőtetejet látsz, stb., akkor síelünk. Ugyanígy, és akkor el kellene kezdenünk végigvenni azt, hogy mit szoktunk egy nyaralás alkalmával csinálni, és akkor ezeket mind-mind-mind bevinni a gépnek, és akkor egy idő után, ha csak nem választunk valami egészen az addigaktól eltérő nyaralási módot, akkor a gép meg fogja találni a megfelelő címkét. A gépi tanulásban érzékeljük, hogy ez másképpen történik. A gépnek azt mondjuk, adunk egy mintát, megmutatjuk, hogy mi hogyan szoktunk nyaralni, és ott van a kép, ez egy adatfájl, ugye, amit majd milyen meg is fogunk nézni, hogy hogyan épül fel, és azt mondjuk a gépnek pár példát adva, hogy én itt, meg itt, meg itt, meg itt nyaraltam, a gép pedig elkezd magának valamiféle szabályt megalkotni arról, hogy mi hogyan szoktunk nyaralni, és akkor így már legközelebb pontosabban tudja meghatározni ezeket az alkalmakat. Hogyha egy picit belegondolunk abba, vagy csak így belenézünk abba, hogy hogyan néz ki egy ilyen képnek a feldolgozása, akkor itt látható, hogy itt van egy ilyen kézírta négyesre hasonlító, vagy H-betűre hasonlító, nem, négyesre hasonlító szám, és hát alapvetően ez a kép, ez a kép a bemenete egy ilyen mesterséges neuronhálónak. Alapvetően az történik, hogy ezt a képet elkezdi feldolgozni a program, és különböző rétegeken, különböző reprezentációkat állít magának elő. Elkezdi a képet lényegében megváltoztatni, és megpróbálja a lényegi vonásait kiszűrni egyébként többféle módon. Ez látható itt az első rétegben. Látjuk, hogy itt a gép egy picit homályosított rajta, láthatjuk, hogy itt csak a nagyon éles kontúrokat válogatta ki, és láthatjuk, hogy itt a kevésbé lényegi részekre fókuszált, itt a bal alsó,
így pedig a jobb felső részekre. Ezt követően ezeket tovább elkezdte egymással kombinálni, feldolgozni, egészen odáig, hogy lényegében egy ilyen nagyon pixeles reprezentáció jut el. És ezt követően, miután eljutott lényegében a képnek nagyon sokféle reprezentációk, nagyon sokféle módon megnézte, azután ad nekünk egy becslést itt a négyes rétegben. Ugye látjuk, hogy ez a végső output, és itt megbecsüli azt, hogy alapvetően ez egy négyes lesz ez a személy, és akkor így fogja ezt fölismerni. Ami érdekes, hogy hogyan épül föl ugye egy ilyen, hogyan lesz adat egy ilyen képből, hát alapvetően tudjuk, hogy a képeknek van valamekkora felbontása, a képek állnak valahány pixelből. És hát ennek egy matematikai reprezentációja egy vektorban képzelhető el, ahol mondjuk, hogyha egy fekete-fehér képre gondolunk, akkor alapvetően a vektornak az elemei, a vektornak az elemeinek a száma ugye megegyezhet mondjuk az adott képnek a pixeleinek a számával, és az adott vektorban szereplő elemeknek az értéke pedig meghatározhatja, hogy az adott pixel mennyire sötét, vagy mennyire világos pontot rejt, és tulajdonképpen ez egy számérték lesz egy skálán, ahol mondjuk az adott érték ugye a színt jelöli, a fekete-fehér közötti árnyalati különbséget, és hát hogyha az RGB színekbe gondolunk, ami ugye már színes képeket is tud, akkor ugye alapvetően elképzelhetünk mondjuk egy mátrixot, ahol ugye három a piros, a zöld és a kék adat tartozik lényegében minden egyes pixelhez, és azt tulajdonképpen itt a mesterséges intelligencia mögött működő matematikai becslő modell azt tanulja lényegében meg, hogy ezeket az értékeket, ezeket a számértékeket elkezdi egyszerű matematikai műveletekkel ellátni, és például összeszoroz bizonyos értékeket, más értékeket összead, stb. Elkezdi lényegében transformálni ezeket az adatokat, így lesznek ebből különböző képi reprezentációk, és elkezdi ezeket kombinálni, és a végén valamilyen módon leegyszerűsíti, és megbecsüli azt, hogy az adott számérték, vagy az adott képen milyen számérték látható. És hát ugye a gépnek ekkor van egy ilyen tanuló adathalmaz, ahol első esetben, mint ahogy itt az előző képen láthattuk, először megmondjuk neki, hogy az adott képen milyen szám látható, és így alakítja ki magának a gép ezeket a szabályokat, amiket aztán, amikor majd kap egy új számot, egy új ilyen kézírta számot, akkor már majd fel fog tudni ismerni, és akkor majd már tudni fog alkalmazni. Hát és hogyha itt a hétköznapi példák felé megyünk, akkor ugye alapvetően itt vannak a közösségi oldalak, a spam mappa és a digitális asszisztensek, amelyek mind a három esetben tartalmaznak ilyen jellegű tanuló algoritmusokat. A legegyszerűbb verzió talán ugye a spam mappának a mögött működő szabályok. Ugye ezeket mi tanítjuk akkor, amikor egy adott levelet spamnek jelölünk a levelező rendszerünknek, a levelező rendszerünkben, és hát hogyan működik ez? Alapvetően akkor, amikor megjelöljük az adott levelet, akkor a gépet mi tanítjuk, és azt mondjuk neki, hogy na, látod, ez a levél például spam, és ekkor a mögötte lévő algoritmus, ez egy egyszerűbb algoritmus, nem feltétlen kell itt a legfejlettebb algoritmusokra gondolni, megvizsgálja, hogy milyen abban a levélben mondjuk a képeknek az aránya, milyen linkek vannak abban, ki a feladó, stb., és akkor így esetleg milyen kifejezések, szavak, milyen az üzenetnek a nyelve, szóval számos ilyen jellemzőt, számos változó mentén vizsgálja ezeket az alapvetően dokumentumokat, és akkor így ad becslést a következő beérkező levelünkre, és így okoz bosszúságot akkor, amikor picit rosszabbul működik, és hát olyan levelet is ebbe a spam mappába, amelyet alapvetően nem kellett volna. De ugyanígy működnek például ugye a közösségi oldalak, ahol alapvetően az is egy változó, az is egy jellemző, csak ott az a mi jellemzőnk, hogy mondjuk, hogyha a Facebookra gondolunk, akkor a Facebooknak a hírfolyamának a böngészésénél milyen típusú hirdetéseknél lassítunk le, mely ismerőseink képei tetszenek nekünk a közösségi oldalak alapján, és hát alapvetően minden, nyilván ezeknek a programoknak is, vagy ezeknek az oldalaknak is az érdekük, hogy minél többet használjuk őket, arra optimalizálják lényegében ezeket, hogy nekünk a legmegfelelőbb tartalmakat juttassák el. Itt
van tehát ebben az alkalmazási példában a becslő feladat. És hát ugye a digitális asszisztensek esetében is hol van a becslő feladat? Ott, hogy mi lényegében egy hanghullámot mondunk meg a gépnek, amely ugye a mikrofonjával felfogja ezt, és becslést ad arra, hogy mi mire gondoltunk, vagyis hogy pontosabban az a hanghullám az milyen szót reprezentál. Az is nagyon érdekes, hogy ha elgondolkozunk azon, hogy hogyan tanul a gép. Itt a videón, remélem látható lesz önök számára, itt a videón alapvetően ilyen önvezető autók tanulása szimulálódik, és itt hát itt van jobb oldalt felül egy ilyen neurális hálózat. Megpróbálom elmagyarázni gyorsan, hogy mi történik itt. Alapvetően az történik, hogy itt az egyes négyzetek, csak megpróbálom leállítani, hogy igen, majd mindjárt, hogy egy picit előrébb léptek. Szóval itt alapvetően ezek a négyzetek alapvetően ilyen ágenseket mutatnak, azok, akik éppen ezek az autók éppen most tanulnak egy előre adott pályán vezetni. És itt a bézs színű ágensen látszik ez a pár pont, ez az 5 darab pont, ezek különböző szenzorokat jelölnek, és ezek a szenzorok lényegében azt mérik, hogy az adott négyzettől milyen távol van a pályának a széle. És hát látjuk, hogy 5 darab ilyen kis négyzet van itt, 5 darab ilyen kis szenzor van, ami méri ezen a szimulált pályán, hogy milyen távol van a pályának a széle, és hát vegyük észre az azonosságot, itt jobb felül a neurális hálózatnak is 5 neuronja van, ezeket neuronnak hívják az agy példájára, szóval 5 neuronja, 5 bemeneti neuronja van a bemeneti rétegen, és hát ezek a neuronok lényegében mind-mind megkapják azokat az adatokat, amelyek ezekből a szenzorokból származnak, ezek tehát még egyszer távolságadatok, hogy milyen távol van tőle a pályának a széle. És hát itt van két, ugyanúgy, mint az előbbi példa esetén, ahol számítások történnek, és ahol lényegében ez a becslő optimalizáló algoritmus fut, vagy tevékenység fut, itt történik lényegében az idézőjelben a csoda, és hát itt van a végén kettő kimeneti, illetve egy kimeneti réteg, két kimeneti neuronnal, ami kettő jellemzőt fog szabályozni. Egyrészt, hogy merre forduljon az autó, ez most itt pont nem látszik, de majd, hogyha elindítom a videót, akkor látszani fog itt a felhasználó fióknak a profilképétől. Szóval itt van a turn érték, amely azt fogja szabályozni, hogy merre forduljon az autó, illetve az engine érték, ami pedig a gyorsaságát fogja szabályozni. És hát mi fog történni? Itt lényegében meg fogja tanulni a különböző iterációk, a különböző körök mentén azt, hogy melyik szenzorra figyeljen oda, és az adott szenzort milyen mértékben vegye figyelembe, mennyire fontos az adott szenzor, mennyire fontosak azok az értékek, amik onnan jönnek, mennyire kell őket figyelembe venni, és ezeket elkezdi tehát optimalizálni, aszerint, hogy egyébként hogyan alakítsa a saját gyorsaságát és az adott fordulását a különböző helyzetekben. És ami még érdekes, hogy lényegében minden egyes kör ebben a szimulációban addig fog tartani, amíg az adott autó nem fog ütközni. És akkor lényegében generációról generációra újabb kör indul, újabb ilyen tanulási kör, de minden egyes tanulási körnek a végén a következő generáció már örökli az előző legjobb autónak a neurális hálóját, a neurális hálónak a működését, és akkor így válik lényegében a modell egyre szofisztikáltabbá, így tanul minél inkább rá arra, hogy hogyan kell ezen a pályán viselkedni a
különböző helyzetekben, és hogyan kell a szenzorból jövő, és melyik szenzorból jövő adatokat értelmezni, és ennek függvényében hogyan kell majd az ő sebességét és az ő fordulását szabályozni. És hát itt a végére már el fogunk jutni ahhoz a modellhez, amely a leggyorsabban és a legpontosabban tudja ezt a pályát teljesíteni. Ugye, hogyha végignéztük ezt a kis alapvetően kettődimenziós önvezető autó tanulási algoritmus, tehát akkor gondolhatjuk, hogy mennyire nagy feladat az, amikor ezek az autók ráadásul mozgásban vannak, és a való életben még fel kell ismerni a táblákat, fel kell ismerni a gyalogost, és ennek függvényében kell módosítani folyamatosan a sebességet. A kérdés az, hogy hol van tehát az intelligencia. Ugye láttuk, hogy az előbb egy egyszerű képernyőn, egy egyszerű programban volt lényegében az intelligencia elhelyezve, tehát alapvetően itt jön képbe a robotika, illetve a különböző hardverek, ugyanis ez lényegében ezekben az alkalmazási példákban az intelligenciának a kerete, így tulajdonképpen a telefonunkban, a laptopjainkban, ugye az önvezető autókban, stb. Már ott vannak ezek az intelligencia, ott van maga az intelligencia, ezek csak a keretei lehetnek, ugyanígy, ahogy mondjuk egy robot esetében ugye az intelligencia a központi algoritmusból jön, és egyébként nyilván a hardware, hogyha emberszerű robotra gondolok, akkor ugye a kéz, a lába, stb. Ugye, ami érdekes, hogy a mesterséges intelligenciában saját területei vannak a különböző emberi észlelési feladatoknak, így például külön szakosodott ugye a látás, ez a képfeldolgozás, vagy a hallás, a természetes nyelvfeldolgozásnak a területe, ami arról szól, hogy alapvetően hogyan tanulja meg a gép értelmezni a hallottakat, és itt megint nem csak arról van szó, hogy egyébként le tudja írni, hogy mi mit mondunk, az viszonylag egy egyszerű feladat. A nehezebb feladat az, hogy a gép pontosan megértse, hogy mi mit szeretnénk mondani, és az, ami a szándékunk, mi a célunk. Hogyha a mesterséges intelligencia oktatási alkalmazására gondolunk, akkor alapvetően az automatizáció a kulcs, illetve a személyre szabás, ez a kettő kifejezés az, ami leginkább meghatározza azt, hogy mik az MI alkalmazásának az irányai. És hát ebben a tekintetben igencsak érdekes és igencsak előremutató az az időmérleg felmérés, amit a McKinsey intézet csinált 2020-ban. Az alapvetően azt vizsgálta, hogy mit tesz a pedagógus egy héten, és hogy mivel tölti az idejét a pedagógus egy héten, és hát jól láthatod itt, hogy itt bal oldalt helyezkednek el a különböző nem a diákokkal töltött időhöz kapcsolódó feladatok, vagy nem a diákokkal töltött időhöz kapcsolódó feladatok, hanem a felkészüléssel töltött idő, tehát például itt láthatjuk, hogy ide tartoznak az értékelés, a visszajelzés, a szakmai fejlődés, ez az adminisztrációhoz, valamint az órákra való felkészüléshez kapcsolódó feladatok, és hát a tanítási tevékenység, vagy a diákokkal való szoros együttműködés igazából csak 49%-át, tehát valójában valamivel kisebb részét tölti ki a pedagógus munkájának ez alapján, az időmérleg kutatás alapján. Igen, és hát látjuk, hogy itt a legmeghatározóbb nyilván azért a tanulókkal való közös munka, de emellett ugye azért látjuk, hogy lényegében ez is csak háromszorosan mondjuk az adminisztrációval töltött időnek. Ami még izgalmasabb és még érdekesebb, hogy ennek a munkának mekkora része lehet automatizálható. És hát azt látjuk, hogy a technológia alapvetően képes 20-30%-ot tulajdonképpen felszabadítani így összességében, és hát látjuk, hogy ebben a legmeghatározóbb alapvetően a felkészülés, valamint az értékelés és visszajelzéshez, az adminisztrációhoz kapcsolódik, és hát láthatjuk, hogy pont a személyes interakciót igénylő feladatok, a személyes interakciót igénylő tevékenységek,
alapvetően a nem vagy nagyon nehezen automatizálható feladatok, és hát ebben rejlik lényegében az, hogy miért nem kell félni alapvetően a mesterséges intelligenciától, mint a tanári munkát elvevő trendtől. Mi adódik a mesterséges intelligenciának és a pedagógusoknak a közös együttműködéséből? Ugye az együttműködésnek a mesterséges intelligencia algoritmusok és a pedagógusok között, ennek az együttműködésnek az alapja az, hogy mindenki azt csinálja, amiben lényegében jobb. A cél tehát a hatékonyság növelése. Az, hogy mindenki azt csinálja, amiben jobb, alapvetően is kapcsolódik ahhoz, hogy a mesterséges intelligencia esetében például nem lehet elvárni azt, hogy tanulóknak a szociális készségeit fejlessze, egy mesterséges intelligenciától nem várható el az érzékenység, ahogyan az egy embertől elvárható, tehát pont az az emberi faktor, pont az a szociális faktor, amelynek nyilván a tanulóknak nagyon-nagyon nagy szüksége van. Ugyanakkor például a mesterséges intelligenciák rendkívül jók abban, amiben az ember sokszor nem az, például a türelemben, ugyanis hát a türelem lényegében a mesterséges intelligencia számára, ezeknek a tanulóalgoritmusoknak, szoftvereknek a számára egy értelmezhetetlen fogalom, így tulajdonképpen a végletekig lehet velük gyakorolni, a végletekig tudják a különböző teszteket tovább szofisztikálni, újra ismételni az ismereteket, és hát itt azért alapvetően nagyon hasznosak azok a fajta interakciós módok, amelyek már lényegében a közel emberszintű beszédhez kapcsolódnak, vagy az inkább minél ilyen intelligens tutor-szerű megjelenítéshez kapcsolódnak. A feltevés, ami a mesterséges intelligencia és a pedagógusoknak az összefüggését, összedolgozását, együttműködését jelenti, az lényegében azt mondja, hogy az egyes diákoknak a tanulási szokásainak az elemzése, illetve a tanulási és viselkedési modellek felállítása hozzájárulhat ahhoz, hogy a különböző mesterséges intelligencia alkalmazások minél jobban megismerjék azt, ahogyan az ember tanul, ahogy az adott diák tanul, és számára minél inkább hatékony, minél inkább testre szabott módszert kínáljon. Ami pedig nagyon-nagyon fontos, hogy ez az elemzési feladat, illetve elemzési és becslési feladat, ugye itt alapvetően a diák számára a megfelelő tanulási módszer a kimenet, vagy egy olyan feladat, vagy a tanuló képesség szintjének a felmérésének megfelelő feladat felkínálása a becslés, amelyet itt az algoritmus tesz. Egy másik típusú elemzési feladat pedig, amire nagyon jól lehet használni ezeket a mesterséges intelligenciákat, éppen az elemző apparátus, ugyanis a prediktív statisztikával korai jelzőrendszerek építhetők fel, korábban említett például korai iskola elhagyás azonosítására, ahogyan egyébként tanácsadóként is használhatók ezek a rendszerek a preskriptív statisztika keretében, mely arról szól, hogy milyen beavatkozás fogja hozni a legmegfelelőbb eredményt. Mik azok a feladatok, amelyek ehhez kapcsolódnak? Mik azok a feladatok, amiben várhatjuk a mesterséges intelligencia térnyerését? Hát alapvetően az automatizálható feladatok azok. Ezek tekintetében kiemelkedőek például a házi feladatok kijavításával kapcsolatos feladatok, az osztályzással kapcsolatos feladatok. Itt is egyszerű arra gondolnunk, hogy az adott algoritmust alapvetően majd arra kell megtanítani, hogy mi hogyan osztályozunk, mi hogyan javítjuk a házi feladatokat, hogyan szeretnénk javítani. Ugyanígy az órákra az anyagok előkészítése, számos olyan alkalmazási példa van már elérhető módon, ahol alapvetően angol nyelvű szövegekben, mert ugye alapvetően, erről majd még később beszélni fogunk, azért ezeknek az algoritmusoknak az anyanyelve az angol nyelv, képesek rövid áttekinthető összefoglalókat írni, akár hosszú könyv fejezetekből a diákok számára, ezzel is segítve az ő tanulásukat. Emellett még lehet használni a diákoknak az eredményeinek az elemzésére, a különböző adataiknak és az összefüggéseiknek a
az összefüggéseinek az elemzésére, arra, hogy mit jelent, hogyha az adott tantárban mondjuk a diák, a tanuló jegyei leromlottak, és alapvetően itt is azt kell persze gondolni, és az is az általános, hogy alapvetően nyilván ezeknek a nyomon követése ugyanúgy a pedagógus feladata, ugyanakkor adott esetben ezek az algoritmusok képesek, és alapvetően feladatuk is elősegíteni a pedagógusoknak az ilyen jellegű munkáját. És egyébként emellett még a pedagógus számára is lehet visszajelzés, vannak különböző kísérletek azzal kapcsolatban, például, hogy olyan alkalmazásokat fejlesztenek mondjuk egy webkamera kiegészítésével, amely becslést ad a diákok koncentrációjának a szintjére, pusztán mondjuk a szemmozgások alapján, és így például a pedagógus számára egy nagyon jó visszajelzés lehet, hogy az óra melyik felében, melyik téma esetében lankadt le a tanulóknak a figyelme, így téve tervezhetőbbé az órákat. A mesterséges intelligencia és a pedagógusok együttműködésére számos példa van, például Japánban és Dél-Koreában, ahol a nyelvoktatásban már nagyon nagy kultúrája volt évekkel ezelőtt is a mesterséges intelligencia alkalmazásának, de ugyanígy használják például nagy előadások esetében alkalmazott módon, akkor, amikor például nyelvek között kell fordítani. A mesterséges intelligencia ugyanis képes arra, csomó alkalmazás képes arra, hogy halva, amit az előadó mond, azt valós időben egy másik nyelvre le tudja fordítani, és itt megint csak nem egy egyszerű szótározási feladatról gondolom, hanem abba arra, hogy alapvetően két nyelv között az algoritmus rátaláljon arra, hogy szemantikailag ugyanazt a jelentésű mondatot fordítsa le. Kínában 60 ezer iskolában tesztelték évekkel ezelőtt is az automatikus osztályozó algoritmusokat, de ugyanígy a munkaerőpiacon is van már ezeknek kultúrája, adaptív tesztek segítségével kompetenciatérképeket készít például a Jobairi nevű program, és ez alapján állásajánlatokat kínál fel. Végignéztem azt, hogy az ESCO-ban mi szerepel a pedagógusok alapvető kompetenciális feladatainál, és hát onnan gyűjtöttem ki ezt a pár készséget, amely, vagy feladatot, amelyet várhatóan, amelynek a szerepe várhatóan majd a közeljövőben fel fog értékelődni, egy másik fele pedig inkább kiszervezésre kerül a tanulóalgoritmusok számára. Így például az oktatás diákok készségeihez való igazítása, a készségszintnek a felmérése, a számukra a megfelelő készségszinthez kapcsolódó személyre szabott feladatoknak a felkínálása, a diákok fejlődésének nyomon követése, megfigyelése, értékelése, vagy akár a tanítási stratégiáknak, a megfelelő tanítási stratégiáknak az alkalmazása, alapvetően a tanuló algoritmusoknak feladata lesz, tőlük várhatjuk ezt, hiszen a figyelmük alapvetően nem szegmentálódik, nagyon nagy eredményességgel tudnak ilyen jellegű javaslatokat nyújtani, nyilván a pedagógusok szemére, és itt a kulcs az, hogy alapvetően javaslatokról van szó, amelyek képesek elősegíteni a pedagógusoknak a munkáját. És hát ezzel párhuzamosan viszont felértékelődnek a különböző szociális, interpersonális feladatokhoz, készségekhez kapcsolódó elemek, így például, mint a gyerekek problémáinak a kezelése, a diákok közötti csapatmunkának az elősegítése, a diákok fegyelmezése, ugye el tudjuk képzelni, hogy mi történik akkor, amikor egy alapvetően a laptopban lévő program beszél, és próbál fegyelmezni diákokat arra, hogy egyébként figyeljenek akár az általa elmondottakra, felkészíti a fiatalokat a felnőtt korra, garantálja a diákoknak a biztonságát, és hát kezelik a diákok is a diákok közt és a tanár-diák kapcsolatokat. Ezeket mind továbbra is a pedagógusoktól várhatjuk. Mi a mesterséges intelligencia és a diákok együttműködésének fő módjai? És hát itt meg kell említeni a Bloom nevéhez fűződő ugye két szigmás problémát, ami ugye egy olyan kísérlethez kapcsolódik, ahol ugye azt vizsgálták kutatók, hogy mekkora többletértéket nyújt az, hogyha a tanuló azonnali visszajelzést kap, vagy egyénileg csak vele foglalkozik az adott pedagógus. És hát itt alapvetően ugye arról volt szó, hogy
vagy a statisztikából ismeretes szigma vagy szórás fejezte ki ezeket a mértékeket, és hát azokkal a diákokkal, akiknek visszajeleztek a munkájukra, de alapvetően nem csak rájuk irányult a figyelem, egy szórással, akiknél pedig kifejezetten egyéni tanulással volt szó, két szórással magasabbak lettek az adott teszt pontszámok, és hát ebben a témában nagyon is releváns a mesterséges intelligencia alkalmazása, hiszen pont ezt az azonnali visszajelzést, illetve pont az egyéni jellemzőkhöz igazított feladatokat, adaptivitást tudják biztosítani. Emellett pedig a folyamatosabb készenlétet, és alapvetően azt, hogy nem egy másik ember van velük szemben, hanem kisebb nyomással és nagyobb hatással tudnak tanulni azért, mert tudják, hogy alapvetően kisebb talán a tétje annak, hogyha hibáznak. A személyre szabottság pedig megvalósulhat az osztályteremben is, akár a tanulás ütemével, a tanulnak tartalmával, a tananyag sorrendjével, vagy akár a felhasznált tanulási módszerrel, technológiával kapcsolatban is. És hát alapvetően itt kell megemlíteni a különböző személyes mentorokat is, amelyek akár még a hagyományos oktatásba is be tudnak kapcsolódni. És hát, hogy néhány példát említsünk, meg kell említeni itt a jobb felső sarokban található Wild, akit Új-Zélandon környezettel kapcsolatos klíma védelemmel kapcsolatos témában oktatja a diákokat már aktívan, egy mesterséges intelligencia, és hát hogyha a korlátjaira gondolunk, akkor nagyon tájékozott klímavédelmi kérdésekben, azonban, hogyha például matematikáról kérdeznék, az sajnos alulmúlná vagy felülmúlná a képességeit, és hát itt utalnék vissza arra mesterséges intelligencia keretével kapcsolatban tett megállapításra, hogy alapvetően az általánosság tekintetében, a tudás általánossága tekintetében ezek az algoritmusok még nem kifejezetten fejlettek. De ugyanígy nem kell messzire mennünk egyébként alkalmazási példákért, hiszen itt van például a Duolingónak a nyelvoktató alkalmazása, amely ugyanígy a saját képességszintünkhez igazítja egyébként a feladatokat, és itt is mesterséges intelligenciával támogatva valósul meg az alkalmazásnak a működése, vagy itt van például a Grammarly nevű alkalmazás, amely pedig az általunk angol nyelven írt szövegeket ellenőrzi helyesírás és nyelvhelyesség szempontjából, és itt megint csak arról van szó, hogy az a többletérték, hogy az algoritmus megpróbálja megérteni, hogy mi mit akarunk mondani, figyeli azt például, hogyha a szóismétlést követünk el, és odaillő szinonímákkal segíti a mi angol nyelvű szövegünknek a megírását, az esetleges pontatlanságokat, hibákat. De például már a PowerPoint alkalmazásnak is van beépülő hát kiegészítője, amely pont ilyen prezentációk, angol nyelvű prezentációkat képes számos nyelvre valós időben lefordítani. Azért a mesterséges intelligenciának van egy olyan területe is, amely alapvetően a tanuláshoz való egyenlő hozzáférést segíti elő, és ebben is nagyon-nagyon fontos szerepe van. Ilyen például ebben egy könyvet is írt egy Judith Newman nevű újságíró, akinek a 13 éves autista kisfia összebarátkozott az anyukája telefonjának a digitális asszisztensével, és erről írt az anyuka egy könyvet, arról, hogy egyébként az autista kisfia, aki nyilván valamilyen szinten problémás a szociális készségeknek a fejlődése, vagy ezeknek a kifejezése, lényegében megkérdezte a Siri-től egy idő után, hogy 13 évesen, hogy hozzájön-e, és tulajdonképpen ő lett egy idő után a legjobb barátja, és hát nyilván bizarr egy ilyen példát hallani, de azért mégiscsak nagyon fontos lehet, és nagyon pozitív haszna lehet egy ilyen, akár egy ilyen jellegű helyzetben ezeknek az algoritmusoknak. És hát alapvetően, hogyha nem csak ilyen példákra kell gondolni, ott van például a tanulási nehézségek azonosítása az adott tanulási nehézséggel küzdőkhöz illeszkedő tanulási módszereknek a kifejlesztése, adaptálása. És hát kifejezetten ide sorolandók a verbális és nonverbális kommunikációval kapcsolatos nehézségek, a társaskészségekkel kapcsolatos nehézségek, ezekben az alkalmazási példákban az algoritmusok akár nagyobb szabadságot képesek biztosítani a tanulási út során, vagy adott esetben meg,
képesek megállapítani a tanulónak a koncentráció szintjét, képesek, ugye adott esetben ez is fontos lehet a tanuló hangulatának az azonosítására, és annak a esetleg a megváltoztatásának vagy a koncentrálásának az irányába is tud lépéseket tenni, és hát itt kell megemlíteni a különböző olyan robotikát is, vagy hardvereket is alkalmazó eszközöket, amelyek hordozhatóak lehetnek, akár például látássérült tanulók számára. Itt három példát említettem meg gyorsan, alapvetően egy ilyen önvezető autót, ami már ugye vezető nélkül, ez a Google-nek a Waymo nevű önvezető autója, amely adott esetben akár mozgássérült embereknek a közlekedését képes meg elősegíteni. A középső példán egy olyan alkalmazást látunk, ahol a telefon az ember látását helyettesítve felolvassa hangosan, hogy éppen mit lát maga előtt, ami látássérült emberek esetében lehet nagyon jól meghatározó. És itt jobb oldalt ez a Teko nevű hát állat, medve, vagy kutya, ezt most így nem tudom pontosan eldönteni, ez pedig autista tanulóknak a tanulókat segít, méghozzá pontosan az előbb elmondott hangulatazonosítás tekintetében, és így lényegében akár még a kutatóknak is, mint vizsgálati eszköz is tud szolgálni, illetve tud visszajelezni a tanulónak a viselkedésére is. A kérdés az, hogy hogyan lehet ennek igazából neki kezdeni, és hát alapvetően itt egy ilyen pár lépésből álló lépéssort kezdtem ide fölvillantani, hogy nyilván egyértelmű, hogy azért a mesterséges intelligenciához alapvetően digitális érettség, digitális eszközök szükségesek, úgyhogy ebbe az irányba mindenképpen rendkívül fontos elmozdulni. Fontos szervezeti szinten foglalkozni a technológia alkalmazásával, hiszen számos esetből, számos helyről ugye az a tapasztalat érkezik, hogy alapvetően ez egy szervezeti változást hoz magával, így rendszer szinten érdemes foglalkozni ezzel a kérdéssel, és akár érdemes beszélgetéseket kezdeményezni, akár megosztó kérdésekről, ilyenek lehetnek például az önvezető autóknál, az etikai problémák, stb., amelyről izgalmas és jó beszélgetéseket lehet folytatni, akár a tantestület, akár a diákokkal együtt. Fontos megtalálni az iskolában az automatizálható feladatokat, és hogyha alapvetően nem is mesterséges intelligenciával támogatott megoldás, de digitális technológiával támogatott megoldás, mindenképpen valószínű, hogy lehet ezekre találni, ezekre célzottan lehet alapvetően különböző alkalmazásokat keresni, és hát azért mesterséges intelligencia alkalmazási példákat is lehet találni, így például adaptív teszteket, amiért tényleg nem is kell messzire menni, hiszen itt van például a Duolingo, vagy itt van az mesterséges intelligenciák működésére egyébként alkalmas demonstrálására alkalmas Grammarly nevű program. És hát csak bár nincsen sok ilyen példa, de alapvetően várhatóan minél több ilyen példa lesz, úgyhogy próbáljunk ki minél több magyar nyelvű mesterséges intelligenciát, például a Telekomnak ott van a Vanda nevű asszisztense, akinek most már elég csak elmondanunk, hogy mit szeretnénk, lehetséges, hogy még észre sem fogjuk venni azt, hogy alapvetően itt egy mesterséges intelligenciával van dolgunk. És most szeretnék felvillantani három példát itt még gyorsan, amely mesterséges intelligencia alkalmazására lehet példa. Ehhez leállítom a diavetítést. És hát itt van például az AutoDraw nevű program, ami akár egy rajzórára is egészen nyugodtan be lehet vinni, ami lényegében azt fogja csinálni, hogy én el fogok kezdeni most rajzolni valamiféle ábrát, és a program fel fog ajánlani különböző lehetőségeket, hogy megpróbálja majd kitalálni, hogy én mit szeretnék rajzolni. És hogyha itt most nőnap után vagyunk, akkor elkezdek rajzolni egy virágot, és akkor hát itt látszik, hogy most itt a felső sávban lehet látni, hogy próbálja kitalálni, hogy mire gondolok, és hát ebből alapvetően még nem egészen találta ki, most látjuk, hogy ilyen különböző
közlekedési táblát, nyalókát kínál fel nekünk, de hogyha már pár szirmot rajzolunk ennek a virágnak, akkor alapvetően már is ki fogja találni a program, hogy mi egy virágot szeretnénk rajzolni, és hát hál' Istennek is igazítja picit a görbe vonalakat, amiből akár kevésbé kézügyes, vagy a laptopjukkal kevésbé kézügyesen rajzoló személyek is elő tudnak állítani, akár nonnapi üdvözlőkártyákat is. Egy sokkal izgalmasabb és viccesebb alkalmazás a Google-nek, ez a Quick Draw with Google.com néven található gyors tesztje. Ez igazából egy játék, amit nagyon is be lehet vinni akár egy angol órára, bár egyébként viszonylag egyszerű szavak vannak benne. Az a feladat, hogy lerajzoljuk és teszteljük a Google-nek a mesterséges intelligenciáját, hogy kitalálja, hogy mit akarunk rajzolni. És akkor azt mondja nekünk, hogy rajzoljunk le most egy tengerpartot, és hát alapvetően, hogyha én ezt most így gyorsan megpróbálom, akkor mondjuk rajzolok valamiféle napernyőt, ezen kívül lehet rajzolni valamiféle vizet, stb. És már is kitalálta, hogy én a beachre gondolok, és hát nyilván itt minden egyes ilyen példánál folyamatosan tanul a gép arra vonatkozóan, hogy hogyan rajzolják le az ezt az alkalmazást kipróbáló az adott szót. Ugyanígy itt van például a rajzként ez a Sketch RNN nevű magenta.tensorflow.org URL-en található példa, ahol mondjuk, ahol a program már minket megtanít különböző típusú képeknek a lerajzolására. Például itt van, most kiválasztottam, hogy én egy kaktuszt szeretnék megtanulni rajzolni, illetve azt akarom lerajzolni közösen a mesterséges intelligenciával, és hát akkor én itt elkezdem rajzolni a kaktuszt, és hát itt a mesterséges intelligencia segít nekem, hogy hogyan folytathatom ezt a rajzot, és már is próbálja kitalálni, hogy hogyan fogom én majd rajzolni, és hát látják, hogy itt elkezdhetem itt az oldalait rajzolni, az ágait rajzolni a kaktusznak, stb. Ez is egy izgalmas és vicces program lehet akár bevinni az órákra. Aztán itt van alapvetően ez az AI Duett nevű program, aminek elkezdhetek kiválasztani különböző hangokat a klaviatúrán, és hát itt a kék hangok azok én voltam, a narancssárga hangok pedig a számítógép vagy az algoritmus volt, és így becsléseket adott arra, hogy hogyan folytatnám mondjuk egy ember, milyen hangok megfelelők azokhoz a hangokhoz, amiket én itt a kurzorommal lenyomtam, és hát ez is egy viszonylag érdekesebb alkalmazási példa, és hát ilyenből még számos van. Itt ez az experiments.withgoogle.com/AI oldalon számos nagyon izgalmas alkalmazási példa van. Az egyik legizgalmasabb például az, hogy csak azt most nem tudtam a kisebb hely miatt megoldani, hogy a kép föl tudja ismerni a kezeinket, és egy előre kiválasztott klasszikus zeneműnek mi lehetünk a karmesterei, és amikor felemeljük a kezünket, akkor alapvetően ugye hangosodik a játék, amikor leengedjük, akkor elhalkul a játék, és egyébként pedig ugyanúgy, mint egy karmester, tudjuk irányítani a mi virtuális orchestránkat. Itt az előadás végén még pár szót szeretnék szólni arról, hogy mi látható egyébként nemzetközileg és hazai trendek tekintetében, valamint szeretném felhívni a figyelmüket egy egyedülálló lehetőségre. Szóval nemzetközi trendek esetében azért nagy előrelépések történnek, ugye az EU Oktatási Bizottsága 19. október 23-án az EMI-vel kapcsolatban javaslatot tett annak az előmozdítására, hogy a következő 10 éven belül az EMI használat az oktatásban és képzésben számottevően előrelépjen és fejlődjön. Ami pedig egy másik fontos esemény volt, az UNESCO pekingi konszenzusban
konszenzusan megfogalmazott átfogó ajánlása is, ahol több cél mellett a következő célok fogalmazódtak meg, így például a mesterséges intelligencia igazságos és inkluzív használatának a támogatása az oktatásban, hogy a nemek közötti egyenlőség megvalósuljon a mesterséges intelligencia alkalmazásában is, és használjunk emit mesterséges intelligenciát a nemek közötti egyenlőség érdekében az oktatásban. Az oktatási adatoknak és az algoritmusoknak etikus és átlátható és ellenőrizhető felhasználása biztosítva legyen, hisz nyilvánvaló az eddigiekből szinte egyértelműen adódik, hogy ezeknek az algoritmusoknak adatok kellenek, és nyilvánvalóan ezeknek a jogi és felhasználási hátterében nem lehet kétség, hogy ezeknek biztonságosnak és etikusnak kell lennie, és hát alapvetően folyamatos monitoring, értékelés és kutatás kell, hogy megtörténjen az EMI oktatási alkalmazásának tekintetében. És hát azért a hazai szintéren is történtek nagyon-nagyon fontos előrelépések, és hogyha erre gondolunk az adatokkal való ellátottságra, akkor ugye a magyar oktatás ugye alapvetően jó előfeltételekkel rendelkezik az adatokkal való ellátottság tekintetében, és hát már több olyan projekt is megvalósult, ahol ez az adatokkal való ellátottság az oktatási területén teret tudott nyerni. Így például a diplomás pályakövető rendszer, az ECRÉTE-nek ugye az Early School Living modulja, vagy mind, illetve a digitális névjegyrendszer is mind-mind olyan rendszerek, olyan alkalmazási példák, amelyek alapvetően az adatok felhasználásával és az adatokkal való munkával, az adatalapú döntéshozatal összefüggően abba az irányba hatnak, hogy az adatalapú döntéshozatal elvei megvalósulnak, és alapvetően ezek a módszerek is, így a mesterség és intelligencia is beépülhet alapvetően a mindennapos oktatási tevékenységbe, és hát ugye itt, hogyha évszámok szerint szeretnénk felsorolni, akkor ugye 16-ban került elfogadásra ugye a digitális oktatási stratégia, ugyanígy a fehér könyv a nemzeti adatpolitikáról jelent meg, 2018-ban alakult meg a mesterség és intelligencia koalíció, a 2020-ban készült el az EMI Magyarország Mesterséges Intelligencia Stratégia, az EMI Stratégia, és hát szintén 2020-ban alakult meg a Nemzeti Adatvagyon Ügynökség is, és hát 2020-ban történt még egy egészen izgalmas előrelépés, ami kifejezetten a mesterséges intelligencia alkalmazását segíti, ez pedig az EMI kihívásnak az elindítása, amely egy ingyenes online alapozókurzus, és én mindenképpen ajánlom azt, hogy végezzék el ezt az alapozó kurzust, így hozzájárulva ahhoz a célhoz, hogy a társadalom legalább 1%-a megszerezze a magyar, vagy magyar polgár megszerezze az alapismereteket a mesterség és intelligenciából, hiszen ez mindenképpen segíteni fogja azt, hogy felkészültebben tekintessenek a következő időszakra, és így fogadhassák a különböző technológiai novumokat, és hát a tananyagról mindenképpen fontos, hogy ez egy interaktív ismeretterjesztő anyag, ami mindennapi és üzleti felhasználási eseteket is tartalmaz. Így mindenképpen érdekes lehet, és hát 2-3 óra alatt egyébként, akár egy este alatt is teljesíthető, és így lehet az EMI oktatási alkalmazására minél inkább felkészülni, és hát emellett hadd bátorítsam arra önöket, hogy minél több különböző kísérletet, minél több EMI alapú alkalmazást próbáljanak ki, amelyek elsősorban azért nyilván angol nyelven érthetők el, de alapvetően angol órára, vagy abban a helyzetben, amikor már a tanulók megfelelő nyelvi kompetenciákkal rendelkeznek, akár más órára is be lehet vinni ezeket az alkalmazásokat, és mindenképpen izgalmas, érdekes példákat lehet velük demonstrálni, izgalmas beszélgetéseket lehet a témáról kezdeményezni. Én szeretném megköszönni még egyszer a meghívást, és hogy velünk maradtak itt az egy órát is meghaladó előadás esetében, és további szép estét kívánok!